az elmúlt egy hónap politikai helyzete nem igazán tűnik úgy, hogy csillapodna. Ennek egy bizonyos szegmenséről kívántam ma videót készíteni. Sziasztok, Szűcs Tamás vagyok, az üzleti gondolkodó. Évek óta, mióta pénzügyel foglalkoztam, mondogatom, hogy bizony a bankban nem mondanám a legbiztonságosabb helynek a pénzt. Nem mondom, hogy tudok jobbat. Mindenki eldöntheti, hogy körülbelül mit akar. Viszont bemutatta ez az elmúlt egy hónap, hogy mi történik akkor, hogyha egy hatalom, nem feltétlen kell, hogy többség vagy, tehát erőtöbbség, úgy gondolja, hogy valami nem kívánatos. Ez a Sberbanknak a teljes lezárása, illetve ennek a módozata, módszere egy pár emberbe elmagyarázta, hogy én mit akartam ebben mondani több éven keresztül, és hál' Istennek a nagy többsége hallott már az OBA nevezetű országos betétbiztosítási alap elnevezésű szervezetről, ami arra való, hogy a bank hibájából a betétjei az embernek biztonságban legyenek, és ezt elméletileg 100 000 euróig biztosítják azok a termékek, amikre van kötve ez az OBA biztosítás. Ezt a bankok fizetik, illetve ott tartják ugye ebbe az OBA-ba, és bla 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 bla, ugye ez a hivatalos szöveg. Ellenben nagyfokú csőd, vagy bármilyen olyan banki esemény, ami a betéteseknek a pénzét veszélyezteti, ez egy szint után el fog fogyni, és ebből kifizetés csak akkor van amúgy is, ha nagyon muszáj. Ezt pontosan úgy kell elképzelni, mint a biztosítóknál. A biztosítók azok a típusú vállalkozások, akik a napfénybe odaadják az esernyőt és fölé teszik, ellenben ha elkezd borulni vagy elkezd esni, akkor inkább azért a saját fejük fölé tartják szívesebben, és elveszik, visszakérik. A bankok is hasonlók, viszont a biztosítók szerintem egy szinttel, vagy nem egy szinttel, sok szinttel lejjebb vannak. Értékesítettem biztosítási termékeket, pontosan tudtam, hogy mi a rákfenéjük mai napig, amiket akkor ugye megtettem, pontosan lehet látni a gyenge pontjait. Nem is értettem azokat az embereket, amikor bejött ez a Covid probléma, pandémiás időszak, nevezzük így, akkor rohantak és életbiztosításokat kötögettek, akkor már késő. Tehát amikor te arra gondolsz, hogy életbiztosítást, vagy bármilyen egyéb biztosítást kell kötni, az általában két lehetőség van. Vagy azért, mert megtörtént az esemény, és azt gondolod, hogy ebben hárítható lesz a dolog. A másik lehetőség, hogy azt gondolod, hogy amikor birtokába kerülsz annak a gépjárműnek, ennek annak ingatlannak, és akkor majd ő meg fogja veled védeni. Hát nem tudom, volt-e már esetleg szerencsét biztosító társasághoz bemenni és jelezni, hogy bizony káreseményért. Konkrétan a születési anyakönyvi kivonat a déd nagyszüleitől kell ahhoz, hogy betört egy ablak. Na jó, nem ennyire sarkosan, de igyekeznek a lehető legjobban elkerülni a fizetést. Konkrétan egy céges történetet fogunk most elmesélni, 10 éves, úgyhogy most már ilyen szempontból teljesen mindegy. A biztosító az Allianz volt, egy villám esemény által tönkrement a pénztárgépünk, az összes elektronikus dolog, ami ahhoz volt kötve, ami egy élelmiszerboltba kellett, ami össze volt kötve, nem jól mondtam. Tehát pénztárgép, számítógép, konkrétan végigment ugye az áram benne, és volt szünetmentes tápunk, ami azért volt, mert feltétele volt a villámvédelemnek, tehát annak a biztosítási formának, ami villámkárra fizet. És hát ugye jeleztük a biztosítónak, hogy éjszaka vihar volt, villám volt, tönkrement az összes elektronikai eszköz, ami ugye egymásba volt kötve, és hogy hát akkor legyenek kedvesek. Hát mondták, hogy egy hét és már is jön a kárfelmérő úr, de mondtuk, hogy oké, rendben, csak egy élelmiszerboltról beszélünk, és nem elég, hogy már ma nem tudtunk kinyitni, mert ugye 5-6 órakor nyitottunk, hát ugye hivatalosan 6-kor, de már ott voltunk, mint tudom én, 5:30-kor már nyitva voltunk, lettünk volna, de ugye 8 órától lehetett telefonálni, mivel elég nagy kiterjedési vihar volt, illetve az úgynevezett szupercella, rengetegen telefonáltak, ez olyan 9:30 körül sikerült elérni a ügyintézőt, nem beszélve arról, hogy sok bolt lévén elég nagy mennyiségű biztosítást fizettünk, apukám hitte a biztosításokba, és úgy gondolta, hogy ez tényleg arra lesz jó, hogy majd jó megvéd minket. Na mindegy, szóval nem volt kiemelt ügyfélkezelőnk, pedig szerintem bőven
havi 6 számjegyű összeg volt fizetve biztosításra, odáig, azért azt hozzátenném. És nem mindegy, sikerült elérni, kisebb-nagyobb erő kommunikáció által elérni azt, hogy még aznap kijöjjön a kárfelmérő, vagy kárszakértő, és kijött, és azt mondta, hát erre nem fizet a biztosító, mert hogy az a szünetmentes táp, ami azt hivatott megoldani, hogy ugye a túlfeszültséget visszafele is védje, hát az sajnos az nem véd. És akkor mondtuk, hogy rendben van, de itt egy lista, amit arra kaptunk, hogy miért vegyünk, ami rendben lesz. Hát igen, de ez már kikerült, az elmúlt körülbelül egy évvel volt a dolog, kikerült a listából, úgyhogy nem alkalmas, illetve nem fogadják el. Az a konnektor fajta, amit ők akkor elfogadtak, az úgy önmagában nem elég, mert hogy a konnektor, amiben bele voltak ezzel dugva, az is túlfeszültség elleni védelemmel volt ellátva, és közölte, hogy sajnos ez itt lezárva az ügy. Jogorvoslatra nem lehet menni, ugye az APEC felé volt egy kis, tehát akkor még talán APEC volt, olyan régi a történet, volt egy kis herce-hurca, mert ugye a pénztárgépnek a fekete doboza is sérült, illetve hát nem sérült, hanem ugye mivel a pénztárgép sérült, a fekete doboz eltávolítás, illetve az a másikba való áthelyezés az egy elég erős procedúra volt. A lényeg, hogy leakasztottuk a pótpénztárgépet, nem volt számítógépes rendszer egy napig, teljesen mindegy, volt azért értékesítés, miután elment ugye a kárszakértő, próbáltunk jogorvoslatra menni mindenhova, illetve hát nem mindenhova, mert azért apukám nem volt egy kitartó ilyen ügybe, de egy-két szintet még megpróbáltunk, mindenhonnan leráztak, mutatták, hogy ezek a szünetmentes tápok alkalmasok. A konnektor, vagy hát az elosztó, ami villámvédelemben szolgál, az önmagában kevés, hiszen itt van a szerződésben, és onnantól kezdve az összes szerződésünkben, tehát minden boltnak, minden üzemegységnek, pékségnek, ennek, annak, amannak, a villámvédelmi biztosítási részt kiirattuk a biztosításból. Mit tudom, havi szinten egy olyan, mit tudom én, 3-5 ezer forint, teljesen mindegy, évi szinten az több 100 000 forint felesleges kiadás volt odáig, és nem lett tovább. Nagyon csodálkozom, mert apukám nem volt egy olyan típus, aki szeretett változtatni, úgyhogy ezt le kellett tolni a torkán, hogy igenis vegye ki, hát ha feltűnik valakinek, hogy miért. No, hát ennyi voltam a kis videóban mondani, tehát a bankok, hogyha nagy vihar lesz, ez az úgynevezett oba nem fog megvédeni senkit, hogy visszatérjek az eredeti témámhoz is. Tehát higgyétek el, hogy az összes pénzt, az utolsó megtakarításotokat nem szabad egy csomagba és a bankba tartani, mert egy gombnyomásra veszik el konkrétan. Nézzétek vissza, mit csináltak a Sberbankosokkal, de vissza lehet nézni a Budakest, meg az egyéb brókerbotrányokat, ahol bizony vagyon lett zárolva, és az úgynevezett betétesek soha, de soha mai napig nem lettek kártalanítva, és a kártalanításnak a, hát mondhatnám, az első szegmense az ugye akik a fazék körül ülnek. Nem mondanám, hogy rászólnak, vagy nem, mert nem én fogom eldönteni, de legkevésbé szorulnak esetleg rá, viszont az a kisbetétes, az, aki valójában tényleg rászorul, az higgyétek el, szinte biztos, hogy nem lesz kártalanítva. Tényleg vissza lehet nézni a történelmet, igyekeznek kikerülni minden módon, a másik meg igyekeznek azt a vagyonelemet, amit lefoglaltak, akár mutyi által, de kivonni abból a betéti társaságból, már betétes társaságból, bocsánat, rosszul mondtam, tehát bármi pénzügyi cégtől, vagy hát magától a hibát elkövető, vagy a csődbe menő vállalkozásból. Ezt meg lehet nézni egyébként ugye a szintén úgynevezett egyik bedőltnél, ott ugye volt ingatlan elem, és az ingatlan elemet olyan értéken vették ki, hogy abból senki ne tudjon profitálni alapvetően. Tehát erről azért nem akarok kicsit konkrétabban beszélni, mert ugye még egyelőre eljárás és nyomozás zajlik, és ugye ilyenkor nem illik erről beszélni. Én csak nagyon messzi megfigyelő vagyok, de attól függetlenül nem akarok erről még konkrétan beszélni. Majd amikor vége lesz a nyomozásnak, lezárul vádemeléssel, vagy így úgy amúgy, akkor azért ezt bővebben ki tudom fejteni, akár a videó alatt. No hát köszönöm, hogy megnéztél, kicsit hosszúra sikerült, remélem érthető volt, hogy mi volt a célom ebben, hogy miért ne érdemes egybe tartani a pénzt egy bankszámlán, egy bankba, bár ha a rendszert omlasztják, akkor igazából tök mindegy, hány bankba tartott, hány különböző termékben, mert ha lezárják a bankokat,
a fizetéseket, kifizetéseket mindenhol le fogják zárni. No, köszönöm, hogy megnéztél, ha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot, nem vagy még feliratkozz a csatornámra, akkor ugye ott meg tudod tenni a kis csengettyű, illetve az összesre feliratkozz a minden videómról, megkapod az értesítést, ha pedig nem vagy még feliratkozva a hírlevelemre, akkor www.szucstamas.hu és lemész legalúra, ott a feliratkozó panál. Köszönöm, hogy velem voltál, szia!